Jó napot kívánok, a Sopron Televízió Mozaik című műsorát látják. Mozgalmas napok elé néz a Soproni Evangélikus Egyházközség, hiszen családi program és egy igazi kulturális csemege is várja majd az érdeklődőket a hét folyamán. Ezekről kérdezem mai vendégemet, Tóth Károly evangélikus lelkész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! Tehát melyik lesz előbb és mi várható itt ezeken a programokon? Régóta működik egy múzeum a gyülekezetünkben. Ez a kiállítás megújult néhány évvel ezelőtt. Térre, a téli hónapokra zárva szokott lenni, most nyit újra a múzeumunk csütörtökön. Méghozzá egy egészen különleges, tényleg lehet mondani, kulturális különlegességgel nyitja meg most újra a kapuit a múzeumunk. Csütörtökön este 6-kor ugyanis két új festmény, portrét szeretnénk bemutatni a kiállításunkon. Az egyik az egy Luther Mártonról készült kép, méghozzá a legrégebbi magyarországi Luther ábrázolás. Ennek a képnek azért igen kalandos a története, hogyan is került ide? Így van, ez itt őrződött meg a mi gyűjteményeinkben, és amikor átköltöztek a gyűjteményeink az új gyülekezeti házba, akkor találtunk egy légi vászondarabot, látszott rajta valamilyen szerzetesi alak, és másfél évvel ezelőtt, amikor egy tudós konferencia volt itt a gyűjteményekben, akkor megnézték ezt a képet, amiről feltételeztük, hogy talán Luther van rajta, és kiderült, hogy valóban, méghozzá a legrégebbi magyarországi Luther ábrázolás, úgyhogy azóta Budapesten az Igeidők című Nemzeti Múzeum beli kiállításnak is egy fontos attrakciója volt ez a kép, a másolatát most is kiállítják Budapesten, tehát nagyon felkapott témává vált, de most visszatért hozzánk, restaurálva, és ezen túl csütörtöktől nálunk az Evangélikus Múzeumban látható. És ugye művészettörténeti szempontból is egy értékes alkotásról van szó, és ez majd a megnyitón hát részletezik is, egy művészettörténész segítségével tudhatunk majd meg róla többet. Így van, Gálos Miklós művészettörténésznek nagy szerepe volt ebben, hogy sikerült felfedezni a jelentőségét ennek a képnek, és ő fog beszélni nagyon érdekes párhuzamokról és előképtörténetekről. Ezeket nem is szeretném lelőni, mert valóban egy egészen különleges eset. Egyébként egy másik képet is ezen az alkalmon leplezünk le, és mutatunk meg itt a kiállításunkban. Első Lipót magyar királyról, német-római császárról készült egy szintén nagyon szép, szintén 1700 körüli régi festmény. Azért ez a gyűjtemény más érdekes alkotásokat és kincseket is őriz, és igen élénk kulturális életet él maga a gyűjtemény, meg a szervező is. Mit lehet tudni erről a gyűjteményről? Valóban már régóta, évszázadok óta működik. Gyakorlatilag a 17. században hozták létre a könyvtárunkat, és a levéltárnak a gyökerei is odáig nyúlnak vissza. Őrzünk egyébként 13. századi különleges kéziratos könyveket is, egészen különleges műtárgyakat is, és valóban egy olyan méltó kiállítás készült el lassan 3 éve itt a gyülekezeti házunkban, ahol tényleg méltó módon tudjuk ezt bemutatni, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, ezentúl minden héten újra látogatható a Soproni Evangélikus Múzeum, minden hétfőn, szerdán, szombaton és vasárnap megtekinthető. És hát ugye véget ért ugyan a reformációs emlékév, a tavalyi év során rengeteg programról számoltunk be mi is, de hát azért van ennek egy szimbolikus jelentősége is, hogy éppen itt egy a legrégebbi Luther képet mutatják most be, és hát az itt is marad. Így van, valóban büszkék vagyunk nagyon erre az alkotásra, igen. Egyébként a soproni evangélikusság múltja, úgyhogy is hozzátartozik ahhoz, hogy tényleg ilyen nagy jelentőségű kép kerül most ide-vissza. Bár sokat beszéltünk már róla, de nem véletlenül a legrégebbi Luther kép itt lesz Sopronban, a legrégebbi evangélikusok is itt vannak. Így van. Tehát a reformáció, amikor Németországból elindult, akkor az egyik első hely volt, ahol megjelent, bizonyítottan, igazolhatóan megjelent még a Mohácsi csata előtti években, az valóban Sopron volt, Sopronnak az élénk német kapcsolatai folytán nyilván, és itt is alakult meg az első evangélikus gyülekezet, illetve az evangélikus líceum is az első protestáns iskolák egyike az országban, úgyhogy valóban sok elsőség kötődik ide evangélikus vonalon a városunkhoz. És hát akkor már jön is a második rendezvényünk, ami majd a hét második felében lesz. Ez is talán kicsit még a reformációs emlékévhez kapcsolódóan, de mi is lesz ez? Így van, ez valóban szorosan kapcsolódik a reformációi emlékévhez, amit a kormány által felállított Reformáció Emlékbizottság
szervez, illetve nagyon sok programjának ez a bizottság áll a hátterében, és ők indítottak útjukra egy úgynevezett reformációi buszt. Tavaly októberben kezdte meg ez az útját, Magyarország nagyon sok települését felkeresi, és most fog elérni hozzánk Sopronba, vasárnap és hétfőn lesz látható a Deák téren. Azt úgy kell elképzelni, hogy egy csuklós busz, kívülről formájában egészen hasonlít tényleg a városban is közlekedő buszokhoz, de már kívül is nagyon sok évszám, arckép mutatja azt, hogy a reformációra emlékeztet ez a busz, és belül pedig egy kiállítás van. Egy interaktív kiállítás képernyőkkel, tablókkal, képekkel, leírásokkal. Tehát tényleg egy olyan kiállítás mutatja itt be a reformáció történetét, ami így jut el az ország minden részére. Kiknek szól ez elsősorban, kiket várnak ide, a családokat, iskolásokat? Mindenféle korosztály, én azt hiszem, hogy tud találni nagyon sokféle érdekességet ezen a reformációi buszon. Elsősorban az iskolás korosztály, felsős iskolás korosztálytól érthetnek a legtöbbet belőle, felnőttek, idősek is, tehát valóban mondhatjuk azt, hogy minden korosztályt nagy szeretettel várunk erre a programra. Vasárnap délelőtt 9-től este 6-ig, hétfőn pedig reggel 8-tól este 6-ig látható majd ez a Deák tér és a Mátyás Király utca sarkán. Ez egy forgalmas hely, úgyhogy várhatóan sokan lesznek majd kíváncsiak. Egyébként mi az üzenete annak, hogy ez a busz járja az országot, és most éppen ide Sopronba érkezik? Egy nagyon ötletes, szerintem nagyon találó nevet találtak ennek a busznak, úgy hívják Menő Reformáció. Ez nyilván azt is kifejezi, hogy amit a reformáció jelent, azaz az a hitbeli megújulás, ami egyébként nem csak lelki téren gyakorolta a hatását, hanem nagyon sokféle más területen is. Tehát akár a tudomány, akár az irodalom, akár a kultúra, akár a művészet, akár a politika terén. Tehát ez a reformáció annyi mindent megmozgatott, és annyi felé eljutott, mint ez a busz is ezt próbálja kifejezni, hogy valóban sok felé eljut, és az, hogy menő, ez nyilván azt is akarja kifejezni, hogy ez nem egy régi letűnt esemény, hanem ma is van nagyon sok olyan hatása, amit érdemes megszívlelni, és amit tényleg egészen modern módon a 21. században is fontos része lehet az életünknek. És hát akkor nem is feltétlenül csak a hívőknek ajánlják, hogy megnézzék ezt a buszt, hanem akárkinek a képen arra sétál is tartogathat érdekességeket. Mégis hát áruljunk el néhány konkrétumot, hogy mi is található majd ebben a buszban. Így van, különböző témák köré csoportosítja az üzenetét ez a busz, tehát egyrészt beszélnek arról különböző tárgyak, feliratok, képek, interjúk is láthatók egyébként, tehát különböző személyekkel készített, felvett videóanyagok is lejátszhatók ott a buszban. Különböző témák alapján, tehát egyrészt hitéleti megújulás terén mit hozott a reformáció, és aztán szépen tematikusan végigmegy, hogy akár a művészetekben, akár az irodalomban, akár egyébként a politikában is milyen hatása, milyen változások voltak a reformáció következtében. És ugye Sopronban azért egy meglehetősen nagy közösséget alkotnak azok a gyerekek, fiatalok, akik evangélikus intézményben tanulnak. Ők azért az iskolában megkapják azt a vallási nevelést, oktatást, amihez szükséges, de vajon egy ilyen busz például, vagy egy ilyen akció mennyire érinti meg a fiatalokat? Elsősorban azért nekik is szól ez. Igen, és én úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan lehetőség, ami megmutatja azt, hogy amiről a Biblia szól, amiről akár a húsvét üzenete szól, az nem szorítható be csupán egy Biblia órára, vagy egy istentiszteletre, vagy egy hittanórára, hanem olyan üzenete van, ami az élet minden területére kiterjed. Szerintem ezt nagyon jól mutatja ez, ahogyan ott a Deák téren ott fog állni ez a reformációi busz, illetve talán többen emlékezhetnek egy évvel ezelőtt egy reformációi kamion állt a Széchenyi téren. Tehát ezek nagyon jól mutatják, hogy egyrészt a világot átszövő hatásokról van itt szó, másrészt pedig olyasmiről, ami az életünk nagyon sokféle területére hathat. Úgyhogy valóban nagyon örülünk ennek, hogy sokan szavaznak bizalmat az evangélikus intézményeinknek, óvodánknak, középiskoláinknak, általános iskolánknak. De nagyon fontosnak tartjuk mindig, hogy emellett családi körben is és a gyülekezeti programokon keresztül is érhessék a gyerekeket olyan hatások, amik alapján ők képet tudnak alkotni arról, hogy kicsoda az élő Isten, mit jelent egy gyülekezeti közösség.
ezek most a közeljövő eseményei, de mikre készül még az evangélikus egyházközség, lesznek-e az év során még fontos események? Természetesen igen, mindig készülünk programokra. Egyébként mögöttünk is sok szép esemény van. Hunyadi iskolánk egy aulával gazdagodott, illetve az utóbbi hetekben választottuk meg és iktattuk be a gyülekezetünk új tisztségviselőit, de a jövőben is sokféle programmal készülünk. Egyrészt most hívjuk majd április 15-ére azokat, akiknek a konfirmációja 25, 50, illetve 60 éve volt a konfirmáció. Talán a katolikus nézők így jobban értik, az első áldozáshoz vagy a bérmáláshoz hasonlít. És tényleg ez egy olyan esemény, amikor nagyon jól összekovácsolódik egy 12-13-14 évesekből álló csapat. Aztán nagyon sok minden történik velük életük során, sokan el is kerülnek Sopronból, és ilyenkor évente igyekszünk összegyűjteni ezeket a régi közösségeket, és valóban nagyon jó találkozásoknak az alkalmai ezek. De egyébként most készülünk a konfirmációra is, tehát két csoportban, egy magyar és egy német nyelvű csoportban a fiatalok készülnek arra, hogy pünkösd ünnepén tanúságot tegyenek a hitükről, és hogy Isten megerősítő áldásában részesüljenek. Úgyhogy pünkösd ünnepe az mindig ezért is különleges számunkra. Tóth Károlynak köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a figyelmet, ezt a beszélgetést is visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Viszontlátásra!